se, igyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Amen. Amikor a mai úrvacsorai alkalmunkra készültem, egyrészt a szeretet és igékkel kapcsolatosan, amely ige egy eljegyzésről szól, nagyon személyes, ugyan egy egész népnek mondta ezt Isten, a profétán keresztül Izrael népének, de mégis egyes szám első személyben hangzik el a kijelentés, és ennek van egy nagyon erőteljes, személyes üzenete, hogy Isten akkor is, hogyha egy egész néphez szól, a szava az külön-külön, egyen-egyenként minden egyes, a néphez tartozó személyhez szóló üzenet. És úgy gondolom, hogy ez igaz az úrvacsorázó közösségre is. Isten a Krisztusban eljegyzett bennünket. Ahogyan az igében olvastuk, magának jegyzett el, ez azt jelenti, hogy az eljegyzés által, az ő eljegyző kegyelme által teljes jogot formál az életünkre. Mint hogy mi is jogot formálunk arra a kegyelemre, amely tőle árad. És ebben az a megrendítő különbség, hogy mi igazából nem szolgáltattunk igazán valójában jogot arra, hogy a kegyelmet elnyeljük, de Isten, azaz az ő egyszülött fia Jézus Krisztus jogosan formál ránk igényt, hiszen ő a teremtő, az alkotó, az alkotó jogán. Magának jegyzett el, de azt jelenti, hogy nem idegen hatalmaknak, nem sötétségnek, nem erőtelenségnek, nem tisztátalanságnak, nem békétlenségnek, hanem magának jegyzett el az ő szentsége számára. És még egy nagyon fontos elem, örökre. Azt mondja, örökre jegyeztelek téged, jegyeztelek el téged. Nem egy bizonyos időszakra, mint ahogyan ma is, és az elmúlt napon elgondolkodtam ezen, hogy olyan föltette valaki a kérdést, hogy Istenek Izraellel kötött szövetsége az érvényese ma, az ő ajándékozó szeretete érvényese ma. Isten szövetséget és örök döntéseket hozott népével kapcsolatban, mint ahogy a megváltottaknak, a vérén megváltottakkal is örök szövetséget, örök eljegyzést, örök elpecsételést kötött. Azonban kell figyelnünk arra, hogy mik ennek a feltételeje, mi a menete ennek az eljegyzésnek. Azt mondja először is, hogy igazsággal és ítélettel. Ez azt jelenti, hogy Isten jól tudja a mi méltatlanságunkat. Az igazság és az ítélet az leleplezi a mi valóságos személyiségünknek minden sajátosságát, ez ugyan nagyon finom kifejezés, minden gyarlóságát, minden bűnét és minden esendőségét. De ugyanakkor, amikor Isten feltárja azt, hogy kik is vagyunk, azonnal kijelenti a kegyelmet és az irgalmat. Ennek a kegyelemnek és az irgalomnak az értelmében, valóságában vagyunk most itt, az úrvacsorai asztal körül. Ennek a kegyelemnek és irgalomnak bennünket elpecsételő, eljegyző áldásában részesedjünk. És még egy nagyon fontos kijelentés, mindez hitáltal valósul meg. Azt mondja a második felolvasott versben, bizony hittel jegyeznek el, és megismered az Urat. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hit nélkül pedig lehetetlen dolog Istennek tetszeni, mert aki azt mondja, hogy ismeri őt, annak hinnie kell, hogy ő van.
Tehát mind az, amiről itt Isten kijelentése szólt számunkra, az hitáltal nyerhető el. És a hitet az ige szavai szerint ajándékba kapjuk tőle. Nem a magunk erőfeszítése, esetleges ismételgetése, hogy nagyon akarok hinni, hanem ha megnyitjuk a szívünket Isten ajándéka előtt, amely a hitnek az ajándéka, és azt kiárasztja rá. Ilyen módon ez a cselekmény is hitáltal lehet áldásul a számunkra az uracsai közösség. Hitáltal lesz áldás, hitáltal lesz erőforrás, hitáltal lesz egy újabb pecsét az életünkön, hitáltal erősödik meg az eljegyzésnek, az elkötelezésnek az az aktusa, amely a vele kötött szövetségé válik, azaz az ember Jézus Krisztusban az örökkévalóval kötött házassági szövetség. Ezt a képet alkalmazza a Biblia, és erre gondoljunk most a mi úrvacsorai közösségünk előtt. És amikor majd most megtörjük kenyeret és elmondjuk a szereztetési idéket, szeretném, hogyha jönnének ide a mikrofonhoz imádkozó testvérek háladással. Ma azt kérem, hogy a Klárit kérem, hogy jöjjön kenyér előtt és mondjon hálát, és a Gábort kérem a pohár vétel előtt, hogy jöjjön és imádkozzatok itt, amit ebben majd miután elhangzottak a szeretet. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárulták, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Keresztjével jövünk el, ha Úr Jézus a megtelített asztalhoz, amit te megtelítettél a mi számunkra. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy a te tested értem megtört. Köszönöm, hogy vállaltad a szenvedést, a gúnyt, a megvetést azért, hogy amikor te visszajössz, akkor az Atya jobbjára vihess engem is, és a jobb kezed felől állhassak, és mi mindnyájan, akiket megváltottál. És köszönjük, Úr Jézus, hogy úgy válhatunk téged, mint égi vőlegény, mert eljegyeztél minket magadnak. Segíts minket, Úr Jézus, hogy a mi ruhánkat minden nap tisztán őrizzük meg, hogy ne legyen azon semmi folt, amikor jössz. És segíts bennünket, hogy minden nap a Szentlélek által a mi lámpásunkban legyen bőséges olaj, hogy bármikor jössz a te népedért, ne sötétségben, hanem világítva várjunk téged. Köszönjük neked, hogy a te áldozatod által szereztél nekünk üdvösséget. Hát, hogy ez az üdvösség még nagyon sokaké legyen az utolsó idejükben, mielőtt jön. Hogy akik ismernek téged, átadják életüket. Hogy még sokan megmeneküljenek a te halálod által. De tudom azt, hogy akiket te kiválasztottál, azokat nem fogod hagyni, hogy elveszenek. És köszönöm, hogy ebben a bizonyosságban élhetünk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy jöhetünk hozzád, és elfogadsz minket. Amen. Miután hálát adott az Úr, megtörte a kenyeret, és ezt mondta a tanítványainak, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely életetek adatik. Azután a poharat is kezébe vette, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az új testamentum az én vérem által. Valamennyiszer esztek ebből a kenyérből, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, mind addig, amíg visszajön. Köszönöm, Uram! Köszönöm, Uram, ezt az óriási cselekedetet, melyet az Úr Jézusban véghez vittél, értünk. Bűntelen volt a drága Úr Jézus, és miattunk bűnösökért meghalt a keresztfán. És köszönöm, Uram, hogy akik benne hisznek, azoknak kell.
ha sose fogjon el a hitünk, a hitünk merendője meg benned, ez a világ bármit is te tesz, bármit is csinál, ez a világ bármilyen is hatánk emocionálisan. A hitünk az sose fogjon el, és sose rendüljön meg benned, drága Uram. Mi mindig bízunk a te fiadban, benned, Uram. Az Úr Jézus nevében kérem tőled ezt. Amen. Amen. A Istenre készítette a szíveteket erre a elsőséges közösségre. Jöjjetek, vegyétek a kenyérből, vegyétek el a poharat. Hálaadással.